Az Erdély keleti peremvidékén található Székelyföld fekvése igen jellegzetes. Úgy is mondhatnánk, ez a Kárpát-medence búvópataka. A székely magyarok által lakott havasai vadregényes terület soha nem volt alkalmas nagyszabású földművelésre. Minden család a saját kis birtokát igyekezett művelni, és a köves sziklás talajon próbálta saját verejtéke árán a szükséges termést kicsikarni. Mindennapi munkája az erdőhöz és a mezőhöz kötötte a székely gazdát. Ennek megfelelően mindig célszerűen táplálkozott. Merész lenne azt állítanunk, hogy jelentősen különbözik a székely konyha az erdélyitől, hiszen annak mindig is szerves részét képezte, de azért megvannak a maga sajátosságai. A földrajzi fekvésnek köszönhetően különféle népek kölcsönhatása épült be a székelyek kultúrájába. Tatárok, törökök, örmények, szászok, taljánok, románok, zsidók, bolgárok, szerbek, osztrákok hagytak valamit a magukéból, amiből a székely gyakorlatias ember lévén sok értéket befogadott és gazdagította vele saját kultúráját. Hadd említsünk meg néhány olyan hatást, amelyet mi székelyek a környező népek konyha kultúrájából emeltünk be sajátunkba. Kezdjük talán a legfontosabbal, a puliszkával. Az erdélyi és ezen belül a székely ember ritkán evett kenyeret. Földjeink soha nem voltak alkalmasak a nagy kiterjedésű gabonatermesztésre, főleg nem a búzáira. Helyette a mindennapokban a különféle kássák töltötték be a kenyér helyét, így kapóra jött a török közvetítéssel az új világból érkezett kukorica, a török búza. A hegyen túli szomszédjaink, a havasalföldiek oly mértékben fogyasztották, hogy a 17. században népbetegség lett a szegényes táplálkozás következményeként kialakuló pellagra. A székelyek legfőbb foglalkozása ősidők óta az állattartás. A szarvasmarha csordák és a jónyájak havasi legelőkön való legeltetése, a sertéskondák erdei makkoltatása volt. A jó húsának is igen változatos felhasználását tanultuk el. A húsvéti tárkonyos báránylevestől, a ledarált micshúson át az őszi berbics tokányig számos elkészítési módját ismerjük. A tejet roppant változatosan tudtuk felhasználni. Ott a sajt, az édes orda, mellékterméke a zsendice, majd a sajt érlelt változatai, különös hangsúlyt kap a jútúró, amely nélkülözhetetlen a székely család hétköznapi reggeli vacsora asztaláról, az ebből készült túrós puliszka, túrós csusza, a keserű gomba túróval, a tojás rántotta túróval, vagy csak szalonna túró vöröshagyma társaságában frissen sült pityókás házi kenyérrel. Ezen az esztenán a gazda épp sajtot készít a gyepesi tájakon legeltetett juhok esti fejéséből. A nyári szálláshelyként működő deszkakonyhóban készülnek a termékek. Üstben felmelegíti a tejet, oltót ad hozzá, a tej megalszik, azt összetöri, majd elkezdi kézzel összehajtani a langyos savóból kicsapódó sajtot. Nagyobb vásznat húz alája, így emeli ki a sajtot. Köszönöm.
jószorosan összefacsarja, majd szétmozsolja, hogy a benne maradt savót tovább sajtolhassa belőle, és végezetül megnyomtatja. Ha megszikkadt, már kész is a friss sajt. Megnyomtatom, a súly, ez megnyomtatom, hogy ez így marad délig, és akkor veszem. Ambrus Gizella, a Fehér Asztal lovagja vezeti a népszerű székelyudvarhelyi Citadella fogadót, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Gizicsátát. A vendéglő étlapján hagyományos erdélyi és székely fogások sora jelenik meg, évszaknak és szokásrendnek megfelelően. Én a legjobban szeretek salátalevest és hagymatokát szűzöm. Salátában többféle levest lehet készíteni. Ez egy a régi-régi hagyományos, füstölt szalonna, kockát-kockákra vágom. Még az a bőre is, nézem, hogy milyen szép, ezt is beleteszem, mert ha megpirul, nagyon jó, tisztat, aki a bőt szereti. Egy jó nagy fejsaláta, én összevágom. Hosszába is, keresztül is, hogy ne legyen hosszú. Úgy forgatom, hogy rövidre sikerüljenek. Már lobog is, akkor, hogy megrobban, akkor beleteszem a salátát. A tojás az meg van mosanó, ugye megmossuk. Ennek ez például három tojásban van, és mindjárt meg lehet nézni, hogy a három tojásból milyen nagy tojásántot tud lenni. Mi a titka? Felvered és jó-jó forró serpenyőbe ki beletenni. Teszek ecetet, ilyesmi ecet. A tojást így összefaggassam kis darabokra, és ezt beleteszem. És kész is van a salátaleves. Aprázonként teszem bele. Egy 5 fejhagyma kell 2 szemére. Ezt nem sózzuk, nem borsózzuk, hanem amikor kész van. Mert a só rágítsa el.
vizet enged, és akkor olyan nem lesz szopogós. Nem mindegy, hogy benne lenni, vagy elgondolni. A sokkal, az kettő-két fogalom. Mert mi az, ha nem vagyunk benne, nem tudjuk érezni, hogy milyen szegénység is volt a háború után, ugye petróleumlámpa, és ők, én úgy nőttem fel, amit megtermeltünk, mi azt tettünk. Hagyma, saláta, sertés vártunk le, és abból egész évben az a télen eltettünk egy nagy hordókába, aztán abból is sok mindent lehetett főzni készíteni, szintén a salátát el lehet tenni télire, kaprokot és sok mindent. A háztájra el lehet úgy tenni, aki megtermeli, hogy egész évben van mit tegyünk. És hogy látszik, hogy a hagymám is. Ez házi termesztett hagyma. És nem enged levet. Inkább szedi le, és azért nem sóztok meg, hogy legyen ropogós. Mihelyt megsóztuk, abba a helyben. Ha megfogszassuk, már hamarabb lesz. So. Bors. Ilyen egyben szépen megmaradtak a hagymák. Ennek egyéb semmi nem kell. Vagy majd okán szüzött. Azt tudom mondani, hogy ebben azért versenyre elmernék menni. Nagyon levest is még tetére raktam. Semmi nem kell bele. Hát nálunk a nagy gazdaság volt, sokat kellett dolgozni. Mindenkinek, ha egy kis idő akadt, szabad idő, hogy esett az eső, nem lehet kikeret, mert nem lehetett kimenni a kertbe, úgy mondták, hogy a kert a földekre dolgozni, hát akkor az alatt salátákat tettünk etélire, kaprot, tárkonyt, ami olyan volt, már apránonként tettük kis üvegökbe. Ha két kis üveg telt meg, hogy csak annyi volt, azt is eltettük. És így apránként a kamrába így jöttek be az öcségek, akkor tudom, hogy akkor ugye nem voltak se leget, se semmi. Hamar tudtunk egy zöldségleves készíteni, hogy a sárgarépa petezselyen celler, mind egyforma arányban, le volt leszelve és lesózva. És azt ott kivettük, hagymát pirítottunk, hagymát megdiszteltük, megpirítottuk, felengedtük vízzel, ezt tettük bele ezt az öltséget, ugye sózni nem kellett, és cellellevelet, és valamilyen tésztát vagy valuskát beletettünk, és meg volt az öltséglevesünk. Ezeket, hogy mint tényleg a kerthelységből, mint megtermeltünk, abból jött a család. Ugye gazdaságból disznót vágtunk, hússal voltak a gondok, mert ugye hűtő nem volt, akkor is meleg volt, nem tudtunk sokáig húst tárolni, itt csak így lesütöttük, és így tudtuk tárolni. De ha egy borjú vagy egy birka volt levágva, akkor már előre kigondoltuk,
hogy hogy is osszuk be, mit csinálunk és mit főzünk, abból, hogy tudjuk legalább egy hétig tartósítani is. Kútba, vederbe megsóztuk egy kicsit, és kútba volt leengedve a hús, egy hét, hogy ne romoljon el, egy hétig legalább tartson. Akkor ilyenkor például a birka, amikor levágtuk, abból készítettünk fasírtat, töltött káposztát, töltött paprikát, pörkölteket. Úgyhogy mindig volt valami hozzá rakva, és minden ételnek más-más volt az íze. Akkor csak a csirkét, és ha levágtunk, hétvégén vágtunk baromfit, tyúkot, vagy csirkét, szombaton reggel. A csirke az csirkepaprikás puriszkával, vasárnapra egy tyúkot. A tyúknak a vér és az aprólékját, azt megettük reggelre puriszkával, hagymával. Lehettünk 8-an is a családba, annyi hagymát evődött hozzá, hogy a család jól lakott vele. Akkor a hátgerinciből és a szányból húsleves készült, a melliből uzsonyára tojásos szelet, és akkor még, ha úgy nem voltak sokan, csak a családban, négyen voltunk, van egy öcsém és a anyum apu, akkor a combrésziből jó rudaskását, jó rizses húst. Úgyhogy ennyiféleképpen így beosztottuk. És mindig olyan jó esett. Nem duskáltunk úgy, mint most, ahogy tudunk duskálni. Ott az utolsó falatig annyit főztünk, hogy azt meg is ettünk. Ha már a Kárpátokon túli szomszédjainkat említjük, mindenképpen szólnunk kell a savanyú levesekről, amelyek korpa ciberével vagy borecettel készülnek. A mellettünk élő népek konyháinak hatása tagadhatatlan az ízlésvilágunk kialakulásában. Folytathatjuk a sort az örmények hurutos levesével, de a szászok savanyított káposztája nélkül is igen szegényes lenne a székelykonyha. Legendásak még a száz borok is, amelyek igen kedveltek a székelyek körében. Ezt nem csak borozgatásra, hanem étkek készítéséhez is használták. Szintén az örményektől származik a friss zöldségétel, a nálunk felé is meghonosodott zakuszka. Az osztrákokról sem feledkezhetünk meg. Ma Székelyföld egyik húzó mezőgazdasági ágazata a burgonyatermesztés, vagy ahogy mi mondjuk a pityóka, amely II. József császár rendelete nyomán majdhogy nem erőszakkal honosodott meg Székelyföldön. Kis Alberték épp a pityóka termés betakarításán dolgoznak. Nem lettek nagyok a gumók, de nincs panasz a termésre. A család és az állatok számára elegendő egy esztendőre. Az asszony, Ibolya, csorbát főz, amely szinte minden család saját receptje szerint készül. Ősszel bőven van friss zöldség a kertből, minél többféle kerül a levesbe, annál ízesebb lesz a végeredmény. Balkáni eredetűek a méltán népszerű csorbák, de az erdélyi konyhában nagyon jól megtalálták helyüket. A levesek íze régiónként változik, az ízvilághoz a sajátos alapanyagok és fűszerek is hozzájárulnak. A székelyek fűszerkészlete igen gazdag és változatos. Alapfűszerünk a só, amely a jóisten gondviselésének köszönhetően mindenhol bőségesen megtalálható, akár szilárd, akár oldott állapotban. A zöld fűszereket szénacsinálás közben gyűjtik, vagy a ház körüli konyhakertben termesztik. Minden székelyasszony büszke arra, hogy konyhakertjében ott van a mindig frissen zöldellő lestján, kapor, csombor, tárkony, petrezselyem, ánizs, köménymag, zsája, menta, citromfű vagy izsóp. A kakukkfüvet, szurokkfüvet, vadmentát, tormát a ház mögötti kert végében kell keresni. Az asszonyok pontosan tudják, hol kell annak lennie. Jól ismerik és használják a vadon termő növényeket, a gombákat, gyümölcsöket, ezek elkészítési, tartósítási, eltevési módjait.
inkább beletesszük. Beletesszük a főnővízbe húst. Én beleteszek egy hagymát, azt majd később kiveszem, beleteszek egy paprikát. Még ezt a maradék karalábét is az ízét. A csorba mellé második fogásként nyakaskaraj, azaz sertéstarja és reszelt krumpli kerül az asztalra. Fűszerezésnek a sót és a borsót és fokhagyma cikket. Kiveszem a főtt húst. A legfontosabb zöld fűszer az úgynevezett paraszt csorbák elkészítésénél a lestján. Léteznek más ízesítésű csorbák is, de a legnépszerűbb a marhahúsból, zöldségekből, lestyánnal és korpaciberével ízesített leves. Ezt Székelyföldön inkább ecettel és jófajta házi készítésű paradicsomlével savanyítják. Paradicsomlével savanyítom, házi paradicsomlé. Beledobom ezeket a fokhagymacikkeket. És mikor már látom, hogy úgy csészek, akkor teszem a húst. És olyan jó kiézik akkor a fokhagymának az íze. Majd a hús. Most már kezdek. Csészek.
Ha szép reszeptikyókát szeretnénk csinálni, akkor lesz igazán szép, ha hamarabb megfőzzük, és teljesen kihűtjük a pityókát. Szebben le lehet akkor reszelni. És akkor hagymás, paprikás olajat szűrünk rá, azzal összeforgassuk sok, és ennyi az ízesítés. A flekken miből készül? A flekken disznónak a nyakas részénél a nyakas korol. És abból a legfinomabb, abból készül a legfinomabb flekken. Forgassuk el a paprikás hagymás éve, és kész. A család hazatért a földekről, lerakodják a betakarított termést. Az asszony tálal, a fáradt család asztalhoz ülhet, elkölteni a jól megérdemelt ebédet. Sokszor hallani az egyszerű emberektől, hogy a székelyföld áldott föld, de munka nélkül nem ad egy darab kenyeret sem. Nehezen teremít meg a búza, s a termést a vadak is megdézsmálják. Nagy tiszteletnek örvendett ezért a kenyér, egyetlen falat eldobása is főben járó bűnnek számított, hiszen a kenyér a család jólétét szimbolizálta. Régebben nem is ehette bárki, csak aki rászolgált. Innen is maradt vissza a mondás, kiszi a küszöbig, kása a kapuig, puliszka a határig, kenyér a világ végéig. Vagyis zabkását kapott, aki a házban tevékenykedett. Az árpakásával már a háztáji kertben is dolgozhatott. A puliszka még a kaszáláshoz is elegendő volt, de a kenyér, az ételek királya, bárkit mindenre képessé tett. A házi pityókás kenyér sütése családi rítus. Hétvégi tevékenység, mindenkinek megvan a maga szerepe benne. Kereszteséknél a hozzávaló liszt nem a boltok polcáról kerül ki, hanem erdővidék egyetlen működő vízimalma őrli. A régi csodaszerkezet a 79 éves Etelka néniéé, aki azóta lett Molnárné, és azóta él a malomház melletti portán, amióta Bodosból Baconba jött férjhez. Annak már majdnem 60 éve. Nekünk a fia, Domokos mutatja meg a malomkerék meghajtású szerkezetet. Az 1835-ben épített malmot a gyorsvízű Barót patak hajtja meg, természetesen csak azután, hogy Domokos elkezdi járatni azt, vagyis ráengedi a vizet a kerék lapátjaira. A gépházban a kerekeket hajtó szíjak segítik az erőátvitelt, a gabona lassan lisztként kerül a zsákba. Ezt a kállát akkor használjuk, amikor a ládából
márig fel a lisztet a zsarba. Ugye belehúzzuk ugye a kával, vagy beleakasztjuk. És akkor nem kell senki tartsa a zsarkot, ugye a szóró lapáttal tudjuk belemárni. Felakasztjuk a ládának az oldal, a lisztes ládának az oldalára, és márig bele. De azt ugye Molnár találta ki régen, mert eleinte bizony nem volt kávos, kellett a feleséggel fogja mindig a zsákot, és nem főzött ebédet. Azt kérdeztem Molnár, hogy készült ebédelni, és nincs ebéd, te miért nincs ebéd? Hát ott segítettem egész nap neked, fogtam a zsákot, és nem volt ide főzni. Azt mondja Molnár, hadd el a hétszentségét, mert azután lesz időd neked főzni, mert én kitalálok egy olyan szerkezetet, amelyikkel nem kell, hogy neked én többet segíj neki. Amikor a 46-os, 46-as szárazság volt, én azt írtam, hallgasson ide. És a nagymódvos, a 13 birtok olyan szegények voltunk, hogy a gépítítő anyám sírt, a gabonát mind elvitték, és az utót kirostálták, és azt tőlették meg, fuszújkával egybe, és abba is vitték a kenyeret. És azt tettük, és árpa, puliszkált, és én úgy jutaltam az igot, hogy hőtöm meg. De nagy anyám, Isten nyugtos, amikor én idejöttem Kisbacsomba, Bélával árpát őletett, hogy főzőn árpa puliszkát. Mondom, úgy kivágom, mert az anyám misztik be még. Én is megettem, akkor azt mondtam, jó. És azt mondta Béla, edd meg, mert mi is megettük annak idején. Már hallgassunk ide, ezelőtt 5-6 gyermek volt, nem egy, mert ha egyből felel lenne legény, egy sem lenne, hogy tudja maga. Több. És akkor reggára is az én anyám, és nagyanyám, hogy apám meghalt 45-ben hirtelen, akkor ugye nagyapám gordírozott, és azért kucifántos volt, hogy ezt erős jöltette, és nem délbe költünk fel. És anyám, amíg felköltünk, a köményes megbőlt reggára főve, és megettük, és mentünk az iskolába, és hanem egy abig akkorát voltunk. Ért ugye? De jó. Bíborka, Etelka néni unokája még középiskolás, de a sajtkészítésben már mester. A tehéntejből gyúrt, fonott sajt készül. Bíborka a nyers sajtot felszeleteli és meleg vízbe áztatja, majd olyan szakértelemmel formázza, amilyennel pár éve még a gyurmát alakítgatta kis barátnőivel. A hideg víz véglegesíti a formát, a fonott sajtok pedig a kamrába vagy a füstre kerülnek. Az esti munka itt nem ér véget. Még elő kell készíteni a kovászt a holnapi kenyérsütéshez. A kaparékot, a kovásznak valót, vagyis a múlt heti sütésből félretett tésztát most felöntik vízzel, és a liszt egy részéhez, illetve a főtt, tört krumplihoz keverik. De hogyan is kerül a pityóka a székelyek kenyerébe? Amit már említettük, II. József idején a székelyek is tiltakoztak a burgonya termesztés ellen, de a deressel való fenyegetés miatt kénytelenek voltak a császári parancsra krumplit ültetni. Az új élelmiszer hasznáról hamar meggyőződhettek. A klíma és a termőföld itt különösen kedvez ennek a növénynek, így hamar alapélelmiszerré vált Székelyföldön. Ezek után inkább az a kérdés, hogyan maradhatott volna ki a kenyérből. Hiszen szaporította és nem engedte kiszáradni a kenyeret, így pontosan a következő sütésig, vagyis egy hétig elállt. Számoltam,
fehéren gyönyörű, hogyha nem kell, nem maradja még. A lécet szerelt állja a bibliai színrán, akkor valószínű, hogy szoktam tenni azt a... Hajnali 6 órakor Mária az első, aki ébred. Fia, Béla segít neki a dagasztásban. Ő élelmiszeripari mérnökként dolgozik Csíkszeredában. Az ő erőnléte a legjobb a családban, ezért az ő feladata a dagasztás. Embert próbáló munka homogénné, hólyagossá gyúrni a tésztát, ettől függ, hogy tippant vagy laza és jól átsült lesz-e a kenyér. A titok, addig kell dagasztani, amíg a gerenda megcseppen. Thank you.
Körülbelül 2 órát pihen a tészta, de a pontos időt másként mérik keresztesék. 2 tűznek kell leégni a kemencében, ennyi idő kell a kelesztéshez. A tűzálmosnál bolyogunk, nem szabad az elsőt nem harizsál, csak a második tüzet, hogy egybe egyszer így legyen varas. Mikor leégett, akkor szedjük ki a kenyeret, hozom ide a fát a második rendben. A tűzrakás is tudomány. Az első tüzet bükkfából és vastag hasábokból rakják, mert ennek jó a parazsa. Ez kiforrósítja a kemence alapját. Eközben a nők kosarakba szaggatják a tésztát, meghintik liszttel, hogy ne ragadjon a kendőbe, majd a tekenyő, vagyis a dagasztó teknő aljáról összekaparják a maradékot. Ebből készül a gyerekek kedvence, a lepény vagy a vakarék. Ez utóbbi a tömör, ragacsos belű, kemény héjú finomság. A kaparék másik részét félreteszik kovásznak. Ez 1 hétig érik, majd újabb kenyértésztába lehel életet. A bevetés bíborka dolga. Megcsináljuk itt Isten szegedelmével pillogás. Lehet, hogy a hőfogot felhúzok boxinak. Igen, már. De kezdett pirulni, úgyhogy meg fogok pirulni. Amíg a család dolgozik, bíborka a szomszédban segít az estére tervezett szüreti bál előkészületeiben. A falu szerint Benkő Judit süti a legfinomabb kürtős kalácsot, ezért most őt kérték fel, hogy készítse el a gyerekek kedvencét. Judit a 3. adag kürtős kalács tésztát gyúrja be, nem készíti el egyszerre az egészet, hogy ne keljen el a tészta a hosszú sütögetés ideje alatt.
Kevés tejben felfuttatja az élesztőt, azt a liszthez keveri. Tojást üt a tésztába, olvasztott vajat, citromhéját és cukrot ad hozzá. Összekeveri, majd langyos tejjel és egy kis olajjal megfelelő állagúvá gyúrja a tésztát. A só ki ne maradjon. Miután megkelt a tészta, csíkokat sirít belőle, olajozott sütődorongra tekeri, vajjal megkeni, és kristálycukorba mártja. Egyenletes forgatás a parázs fölött. Ez a kürtős kalács titka. Sok türelem és megfelelő hőmérsékletű parázs kell hozzá, hogy a cukor karamellizálódjon, fényes, ropogós bevonatot képezzen, és ne égjen el. A kész még forró kalácsot szokás vaníliás cukorba, fahéjporba, vagy darált dióbélbe, esetleg mágba forgatni, de a leginkább kedvelt változat a hagyományos, amelyen csak a pergert cukor ropog, ha forrón eszi az ember. Bíborkának már haza kell térnie, mert a család dolgozik, így neki kell kiszednie a kenyereket. Nyolc házi pityókás kenyér került ki a kemencéből, amit csak kihűlés után lehet megszegni, különben összedől a kemence, legalábbis a néphiedelem szerint. A népi konyha jóval puritánabb, mint a főúri konyhák voltak. Az erdélyi nemesség már a 16-17. Század fordulóján igazodott a német konyhához,
amelynek alapanyagait, elkészítési technikáit a divatnak megfelelően alkalmazta. Altórjai Apor Péter az erdélyi változásokról írott munkájának ajánlójában így ír. Oka pennig ezen írásomnak az, hogy mivel ab anno 1687, az mely esztendőben az német legelsőbben bejöve, azultától fogva látom minden esztendőben új-új mód, avagy, amint az német mondja, nájmódi vagyon, úgyhogy mentől inkább szegényedünk, annál nagyobb titulusra és cifrább passzamántos köntösökre vágyunk, és már az atyáink szokott eledelit meg sem ehetjük, ha csak német szakácsunk nincsen, és különnél különféle drága étkeket nem főz. A kolozsvári születésű báró Bornemissza Elemérné Szilvási Karola kora egyik leggazdagabb családjának leszármazottja volt. A 20. század első évtizedeiben összegyűjtötte az erdélyi arisztokrata családok menüit, étkezési szokásait és lejegyezte azokat. A receptek sokat forgatott vonalas füzetei báró Kemény János hagyatékának rendezése közben kerültek elő. Előfőztem a csirkét, ugyanis a receptben azt írja, hogy beteménnyel, vajjal és tárkonnyal elő kell főzni. Tehát valójában arról van szó, hogy egy húsleves jellegű párolás az első fázis, amiben a csirke megpuhul, utána kivesszük a csirkehúst és lefejtjük a csontról, majd utána egy következő fázisban készítünk egy mártás hozzá, amivel összekavarjuk a csirkehúst, és végül sütőben megsütjük. Ennek a receptgyűjteménynek alapján készít egy tárkonyos csirkeételt György Ottilia gasztroblogger, az Ott is főz című internetes portál működtetője. Most elkészítem a mártását, amit majd össze fogok keverni a csirkével. Ehhez kell három tojás sárgája, három evőkanál liszt, három evőkanál tejfő, tárkony és egy 5 dekányi vaj nagyjából, illetve teszünk a húsléből, amiben készült a húslé, azzal fogom a mártást elkészíteni. Teszek jó bőven vajat, amúgy a Bornemissza receptekben a vaj az egyik alapvető hozzávaló, azt mondani kell. Majdnem minden receptben van vaj. Szerintem, hát a legtöbb recept vaj alapú, az az érdekes is. A vajnak, én utána jöttem rá, amióta ugye kipróbáltam a Karola receptjét, hogy a vajnak milyen jótékony hatása van az ételekre, tehát teljesen más, hogyha vajjal készül, az ad egy plusz ízt, majdnem, hogy nem is kell fűszerezni utána. A Karola receptjében amúgy is nagyon kevés fűszer van, tehát ezt tudni kell, hogy nagyon enyhe fűszereket használ, jellegzetes erdélyi fűszereket többségében, viszont keveset, tehát nem bolondítja a gyógyfűszerekkel. A tárkony az egyik, a másik a kakukkfű, elég sok kakukkfűves recept is van benne, vagy néhány legalábbis. A lestján, csombor, ugye gondolkodom, hogy melyek azok, a kapor. Azon kívül vannak olyan fűszerek is, ami nem zöld fűszer, hanem fűszerként megjelenik, mint például a szerecsendió, az is megjelenik. Persze.
persze a bors, de most így nem akarok elmenni nagyon. Amúgy szerintem ebben a könyvben meg tíz ujjamon megszámolom, hogy hányféle fűszert használ. Tehát nagyon szűk a fűszereknek a listája, viszont nagyon, ezzel a 10 fűszerrel mondjuk így, nagyon sokféle variációt vagy ételt megtalálunk benne. Beleteszem a tejfőt a tojásba, és összekavarom, és akkor viszem a lisztet. Beleteszek 3 evőkanál levegőt ide. Kicsi lavát kell töltsek, hogy ne legyen ilyen. Megnézni, hogy elég só sem. A pici sót teszek, nem kell sok. Ez egy ilyen bechamel alapú mártás szósz, ami egyébként jellemzi ezt a könyvet, a Szilvási Karola könyvét. Majdnem mondjam, 80%-a a recepteknek tartalmaz bechamel alapú mártást, aminek ugye az alapja a vaj, a liszt és a tej lenne, de ebben az esetben, mivel van ennek főzőleve, azért gondolom azért van kiváltva a főzőlével és tejfőlel. Szóval most összekavarom a két hozzávalót egy egyszerű mozdulattal, ami azt jelenti, hogy átültöm a szószt. A szósz az ilyen pudingos állagú, hogy majdnem az egész így egyben jön ki. Ezt átöntöm egy hőálló tálba.
Az összeállított egy tál ételt 170 Celsius fokos előmelegített sütőbe tesszük 30 percig. Ez idő alatt elmosogatjuk az edényeket, és meg lehet teríteni az asztalt a Szilvási Karola féle tárkonyos csirke tálalásához. Nagyon sok olyan ételünk van, amit úgy gondolunk, hogy az a miénk, mármint hogy erdélyi specialitás, és ha arrébb megyünk akár más magyar lakta területeken, tehát nem föltétlen Magyarország területére, földrajzi területére gondolok, akkor ott is felfedezzük, ott is van valamilyen formában, csak éppen adott esetben bizonyos apróságokban különbözik. És ebből adódóan nagyon kevés olyan receptet tudnék mondani, vagy felsorolni, ami kifejezetten erdélyi, és csak erdélyben készítik. Én a magyar konyhában hiszek, most ezt hozzáteszem ezt, mert aminek részeg ugye az erdélyi ízvilágú ételek is, amiket mi erdélyisítettünk, vagy úgy készítsük a mi szájunk íze szerint, vagy a székely ember is a saját szája íze szerint ugye készíti el az ételeket, miből is és hogyan, abból az alapanyagból, ami nála megterem, vagy az adott térségben megterem, ahhoz igazítva készíti el azt a jellegzetes magyar ételt, ami máshol is megvan, csak nem ugyanazokkal az alapanyagokkal készült. Csak egy kicsi petrezselyen zöldet fog vágni a tetejére, hogy ne legyen a sápat szegény. A sütőből kikerült aranysárga egytálételt apróra vágott petrezselyem zölddel díszítjük, majd készülhet a fotó a blogra. Most ellenőrizzük az ízvilág és az állag harmóniáját. Székelyföldön a disznóvágás hagyományosan családi tevékenység. A sertéshús feldolgozásának részletei szinte falvanként változnak. Megjelennek árnyalatnyi különbségek a véres májas hurka, a gömböc, a hájszélyes, a disznófősajt fűszerezésében, a különböző érlelési, pácolási szokásokban. Mindenki a saját módszereire esküszik. Oklándon a disznóvágás elmaradhatatlan kelléke a vajas kifli és a frissen főtt szilvapálinka. Ezek nélkül nem lehet megnézni a szalonnaréteg vastagságát, különben megavasodik a szalonna. Nekünk szalonnában nem is hagyunk meg sokat, mint a zsírt olvaszt. Igen, mert a zsír is kell. Hagyunk két jó darabot. Amint a disznót szétbontják, azonnal leválasztják róla a lesipecsének való darabokat, ami mehet a háziasszony lábosába. A hideg reggelen elengedhetetlen a frissen sült pecsenye puliszkával és cikakáposztával. A lesipecsi neve egyes állítások szerint onnan származtatható, hogy disznóvágáskor a türelmetlen gyerekek lesték, hogy mikor készül el a pecsenye, hogy végre reggelizhessenek belőle. Köszönöm, hogy
Ősi mondás tartja, hogy a disznó torát meg kell ülni. Így aztán egy hosszú munkásnap után, amikor a hurkák fel vannak töltve, a húsok be vannak sózva, és a füstölnivalók is össze vannak készítve, jöhet a hagyományos vacsorafogások elfogyasztása. Ez nem más, mint a húsgombócokkal és velővel készült káposztaléleves, illetve a frissen sült hurkák és a kolbász. Ezt követően széthordják a szomszédságnak, rokonságnak a kóstolót, aminek szokása a hűtőszekrény előtti időkből származik. Akinek adtak, attól kaptak is, de mivel mindenki máskor vágott disznót, így gyakrabban jutottak friss disznósághoz. A rendtartó székelytársadalom igen gondos és jól szervezett társadalom volt. Sajnálatos módon a 40 év kommunizmus sok helyen és sokszor felborította a helyre és életre szabott szokásrendet. A szokásokhoz való ragaszkodás, ezeknek megélése nem egy romantikus rekonstrukció, hanem, ahogy a Székely mondja, ami jó, azt nem kell elrontani, életfilozófiájának követése.